Sziasztok! Már-már hagyománnyá vált nálam egyfajta rituálé az Európa Könyvkiadó zsákba macskát megrendelni. Úgyhogy ezúttal sem tudtam kihagyni. Már is mutatom nektek. Az 5-ös csomagot rendeltem meg, és bár előzetesen én azért tartok attól, hogy sok lesz benne az ismétlés, hiszen most már nem is tudom hányadik alkalommal rendelem. Most már úgy vagyok vele, hogy össze fogom számolni, és szépen ki fogom írni azokat a könyveket, amelyeket már így a zsákba macska útján megkaptam, de egyelőre még erre nem vettem a fáradtságot. Minden esetre azért bízom benne, hogy lesznek olyan könyvek benne, amelyek még nincsenek meg, és szeretném őket elolvasni. Egyébként azt is már többször mondtam itt a csatornámon, hogy szeretem az Európa Könyvkiadónak a könyveit, szerintem változatos műfajokban jelentetnek meg könyveket, vannak klasszikusok, van fantasy, sci-fi is, és hát egy jó nagy adag szép irodalom, ami nekem ugye a kedvencem. Na, akkor most el is kezdem kinyitni a csomagot. Mielőtt az első könyvet megmutatnám, gyorsan előre szólok, hogy lehetséges, hogy közben tüsszenteni fogok, mert sikerült egy picit megfáznom, nagyon valószínű, hogy a légkondi tehet róla, ugyanis nagyon meleg volt itt a lakásban nálam hétvégén, és most is egyébként, úgyhogy egy picit megfáztam, meg a torkom is fáj, de ezen kívül nincs nagyobb baj, hál' Istennek, úgyhogy akkor bele is vághatunk. Hát nagyon kíváncsi vagyok, remélem, hogy jó könyvek lesznek. Vaj Blanka, saját ketrec. Hallottam már erről a könyvről, és úgy nagyjából tudom is, hogy miről szól. De így akkor így az elején nektek is felolvasnám. Vaj Blankának egyetlen rövid, eldöntendő kérdést kellett megválaszolnia 2015 karácsonya előtt, de az egész élete múlt rajta. Pontosabban két élet, egy korábbi és egy új. A válasz viszont árvízként sodorta el a régit. A saját ketrec ennek a válasznak a története, hogy miért dönt úgy egy 36 éves házas férfi, hogy feladja kényelmes, privilegizált társadalmi státuszát, és a továbbiakban nőként azonosítja magát, és választja inkább önmagát és az életet. Hát azt gondolom, hogy ez egy nagyon bátor tett a mai világunkban és a mai magyarországi létezésben. És itt írja is, hogy őszinte, bátor, kíméletlen és vicces könyv önmagunk megismeréséről, az elfogadásról és az újjászületésről, arról, hogy mind boldogan akarunk élni. Hát ez való igaz. A boldogságot mindenki megérdemli, és mindenkinek jár. Itt van egyébként. Nem tudom, mennyire látszódik. Na. Ha minden félelem nélkül választhatnék, hogyan kelnék fel holnap, férfiként vagy nőként? Azt hiszem, erre meg is adja ez a könyv a választ. 2021-es megjelenésről van szó. Na, én ennek örülök egyébként. Jöhet a következő. Ez is egy vastagabb könyv. Ez sincs meg nekem. Révés Sándor a szerző, és Dobi István az elfeledett államfő, egy nincstelen parasztfiú útja a hatalomba. Na, ennek is nagyon örülök, tudjátok jól, hogy szeretem a történelmi regényeket. És meg is nézem, hogy mikor jelent meg ez a könyv. 2020-ban. Ki volt Dobi István? Nem könnyű eldönteni, erről az ismerősnek tűnően mégis az ismeretlenségbe süllyedt államfőről, hogy ki is volt valójában. Hát én sajnos nem tudom, úgyhogy ez a könyv, ez egy nagyon fontos könyv számomra, így, hogy megismerhetem őt.
Talán a szegény ember legkisebb fia, aki megküzdött a szegénységgel, és névleg elnyerte a férkirályságot, de valóban király még a trónján sem lehetett. Élete felemelkedése és csendes bukása mögött ott lüktet a korabeli rendszer minden sajátossága, kényszer és megalkuvása csupa olyan ellentmondás, amelynek megértés Magyarország történetének megértéséhez viszi közelebb az olvasót. Wow, de érdekes! Révés Sándor pedig a Pulitzer emlékdíjas újságíró történész. Na, hát ez szintén egy olyan könyv, amit nagyon szívesen elolvasnék, és még ezt a könyvet az apukámnak is kölcsön tudom adni. Úgyhogy én ennek is örülök nagyon. Jöhet a következő. Jó, ez sem vékony könyvecske. Wow! Nem tudom, hogy megvan-e már. Na, ez itt a kérdés. Vámos Miklós álmaimban valahol. Emlékszem, hogy az előző Zsákbamacskában nem volt Vámos Miklós, és sokan hiányolták, mert azt gondolták, hogy benne lesz, és nem volt. De most itt van. Ebben benne van. Csak azt nem tudom, hogy ez a könyve megvan-e már a polcomon. A kisregény szerintem nem abban különbözik a nagytól, hogy rövidebb. Filmes hasonlattal előbbi kis totálokkal és közeliekkel operál, utóbbiból nem hiányozhat a nagy totál, a széles látószög a tabló. Jó. Majd utána fogok nézni, hogy miről is szól ez a könyv. És ez 2016-os megjelenés. Jött a következő. Ó, ez is vastagabb. Richard Szakva és háború a határon. Ukrajna Üllő és Kalapács között. Hűha. Hmm. 2016-os megjelenés. Hogyan juthatott odáig Európa, hogy pontosan 100 évvel az első világháború kitörése után újból farkasszemet nézzenek egymásról a nagyhatalmak? Az a durva ezzel a könyvvel, hogy ez még a 2014-es eseményeket mutatja be. És hát ugye most sajnos sokkal durvább a helyzet, mint akkor volt. Ezt nem tudom, hogy elolvasnám már, szerintem nem. Inkább arra felé hajlok. Jön az ötödik könyv, és ez már megvan nekem. Most nézem, hogy a Una és Salinger egy nagy szerelem Pearl Harbor előtt. Mivel nekem ez a könyv megvan, így nagyon szívesen odaadom bárkinek, aki szeretné és igényt tartana rá. Ugye a Una színésznő volt. Bizonyos országokban, bizonyos időszakokban előfordul, hogy az emberek egy fontos és tragikus esemény bekövetkeztétől várják az összes probléma megoldását. Az ilyen időszakokat szokás a háború előestéjének nevezni. Nem szerencsés, ha valaki éppen ilyenkor lesz szerelmes. 1940 New Yorkban egy Jerry Salinger nevű 21 éves író palánta találkozik a 15 éves Una O'Neill-lel, a legnagyobb élő amerikai drámaíró lányával. Eugene O'Neill lányával. Idéjük csak a következő nyáron kezdődik, pár hónappal Pearl Harbor előtt. 1942 elején Salinger behívják a seregbe, hogy Európában harcoljon, Una pedig Hollywoodba indul szerencsét próbálni, sohasem házasodtak össze, és egyetlen gyerekük sem született. Hát mindig nagyon szeretek írókról olvasni, és igaz történeteket, úgyhogy
ezt a könyvet én már megvettem körülbelül 4-5 évvel ezelőtt, de sajnos még nem olvastam el. De tényleg bárkinek nagyon szívesen odaadom. Jöhet a 6. Na, ez egy pici könyv. És ez is megvan már. Stephen Leacock, Gertrude a nevelőnő, Karinti Frigyes fordításában. Na most, hogy Stephen Leacock ilyen humoros tárcákat írt, ha jól tudom, és hát nem is olyan régen vásároltam meg ezt a könyvet, úgyhogy nagyon szívesen odaadom annak, aki igényt tartana rá. Karinti Frigyes nagy rajongója volt az írónak. Akkor jöjjön a 7. Ó, ez viszont nincs meg! James Essinger Ada algoritmusa, és ezzel a könyvvel szemezgettem is. Mondjuk nem is gondoltam volna, hogy ilyen kis vékonyka, meg azt hittem, hogy ez keménykötésű, de nem. Avagy hogyan indította el Lord Byron lánya a digitális kort a számok költészete által? Hát ez önmagában ez az alcím számomra rettentően érdekes. És hát mikor is jelent meg? 2021-ben. Igen. James Essinger az Oxford Egyetemen tanult, jelenleg Canterbury-ben él, és olyan gondolatokról ír, amelyek alapjában változtatták meg a modern világot. Hát nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá. Még képeket is tartalmaz ez a kötet. Úgyhogy ennek én nagyon-nagyon örülök. Mert mondom, ezzel már szemezgettem akkor, amikor még ilyen 50%-os akció volt, de végül nem vettem meg. És milyen jól tettem. Na, következzen a 8. Megvan. Szintén Leván Berzenisvili, Szent Sötétség, a gulág utolsó napjai, életem legjobb időszaka volt. Erről beszéltem már egy unboxing videóban, aki szeretne, az nézzen utána, és ezt is nagyon szívesen odaadom annak, aki igényt tart rá. Remélem az utolsó 2 az nincs meg a polcomon, az azért jó lenne. Mindjárt összegzünk, hogy akkor mennyi van meg és hogyan. Nézzük a vékonyabbat. Nincs meg. Paolo Giordano, ezüst és fekete. Na hát, ővele is már szemezgettem egy ideje. Olasz szerzőről van szó. Igen, és a Prím számok magánya című első regényével szemezgettem annak idején még. És az ezüst és fekete érzékeny finom kamaradarab egy fájdalmas élettöredék irodalmi feldolgozása. Ez a második kötete. Az emberi test és a gyúj típusú háború regénye, hősei az afganisztáni olasz misszió újoncai. Húha. Az asszony kimeríthetetlen energiával és szeretettel veti bele magát egy fiatal házas pár életébe, bejárónő lesz náluk, szakácsnő, dada, barát, őrangyal. Határozott és önzetlen jótét lélek, aki nélkül elképzelhetetlen lenne megszervezni a hétköznapokat, kibírni egymás rigójait vagy karácsonyi rokonhagyjáratot. Évekig tart ez neki köszönhető paradicsomi állapot, amikor egy diagnózis még az ő erejét is felörli. Tüdőrák. A történetet a férj meséli el, aki Galénosz alapján a fekete testnednek túltengésének tulajdonítja a rákot, meg a mélabúra való hajlamot, amit saját magán tapasztal, felesége, Nóra, színe, e szerint az ezüst. Elegyedik a fekete az ezüsttel. Hú, ez nagyon-nagyon művészi ez a fülszöveg. Hát kíváncsi vagyok, hogy milyen lehet ez a könyv. Biztos lírai, arra számítok. 2017-ben jelent meg az Európánál.
Ennek nagyon örülök egyébként. Na és akkor a csomag utolsó kötete, azt hiszem, hogy megvan már. Nem, nincs. Jaj, de jó. Jaj, ennek nagyon-nagyon-nagyon örülök, mert ezzel is már nagyon sokszor szemezgettem. Nagy testvér, kis testvér, vörös testvér. Jung Chang-tól. Igen, egyébként a Vadhattyúk című regényét meg is akartam annak idején venni, de aztán nem vettem meg. Viszont ennek a könyvnek én nagyon örülök. Kína híres három nővére, a sánkhái Szung nővérek a hatalom közvetlen közelében élték az életüket, és kitörölhetetlen nyomot hagytak Kína történelmében, miközben az ország háborúban, forradalmakon és földrengető átalakulásokon verekedte át magát. Vörös testvér, vagy Qing Lin Kína anyjának, Sun Yat-sennek a felesége, a férje halála után Mao alelnöke lett. Kis testvér, azaz Mei Ling Chang Kai-shekhez ment feleségül a kommunizmus megelőzően a Kuomintang irányítása alatt álló ország first lady-e, maga is komoly politikai szereplő, és a nagy testvér, azaz Ai Ling Chang, nem hivatalos főtanácsadója, és Kína egyik leggazdagabb asszonya. Na, ez érdekel egyébként a legjobban az összes közül talán. Imádom egyébként a non-fiction könyveket. Nézzük meg, hogy mikor jelent meg. Jaj, de gyönyörű, úristen, de gyönyörű. Nézzétek, azt a de szép. Tudom, hogy kamerán keresztül nem megy el, de ez tényleg gyönyörű borító. 2021-ben jelent meg Lázár Júlia fordításában. Ja, ez tök jó. A videó végén akkor pedig egy kis összegzés, hogy az ötös csomagban akkor mi is volt, és mi az, ami nekem megvan. Nekem megvan az Una és Salinger című könyv. Tényleg nagyon szívesen bárkinek odaadom. Aztán itt van Stephen Deacock Gertrude a nevelőnő. Ebben ilyen kisebb történetek vannak. Tényleg nagyon humorosak. Aki már olvasott Karintit, és neki a példaképe, akkor az tudja, hogy nagyjából mire számíthat. És ami még megvan, az a Szent Sötétség a Gulág utolsó napjai. Ez is egy történelmi jellegű könyv. Egy derűs nekrológit, azt írja, szenvedés. Szóval ezekre lehet jelentkezni. És ami nincsen meg a polcomon, de nem fogom elolvasni, szinte biztos, az Richard Sackvetől a háború határon Ukrajna ülő és kalapács között. Viszont aminek nagyon örülök, van több is ilyen, hála az égnek. Csak most próbálom ide összeszedni őket. Ja, és ami kérdéses, hogy megvan, lehet, hogy a Vámos Miklós könyv is megvan a polcomon, de ahogy itt most megnéztem, nem találtam, úgyhogy lehet, hogy nincs. Nagyon örülök Paolo Giordano Ezüst és Fekete című könyvének. Örülök az Ada algoritmusának is. Ennek is nagyon. És ami még érdekes számomra, a Vaj Blanka kötete, a saját ketrec és egy történelmi regény, Dobi István az Elfeledett államfő. Ezekre mind azt mondom, hogy nagyon szívesen elolvasnám őket. Úgyhogy végül is összességében attól függetlenül, hogy három könyv megvan a polcomon, még mindig azt mondom, hogy megérte ezt a csomagot megvenni. Most pedig elköszönök, vigyázzatok magatokra, ne feledjétek, szerdán jön a szemezgető, a heti megjelenések, amelyek engem leginkább érdekelnek. Vigyázzatok magatokra, olvassatok sokat, sziasztok!